Köszöntöm a nézőket! Ma április 10-e van Zsolt névnapja. A mai a Magyar Nemzeti Rákellenes Nap. 1912-ben elindult végzetes útjára a Titanic luxushajó. 14 éve meghalt Hoffi Géza humorista. Most következzenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. 1941-ben ezen a napon alakult meg a független horvát állam, azaz az NDH. Belgrádban emlékeztek meg azokról a szerb áldozatokról, akik az NDH területén haltak meg. Kevés migránst engednek át a magyar hatóságok a Horgos-Röszke határát kelőnél található tranzitzónánál. Megtartották ma az első idei vásárt Magyar Kanizsán. Terepíjász versenyt tartottak Adán. Hetvenöt évvel ezelőtt ezen a napon alakult meg a független horvát állam, azaz az NDH. A tengelyhatalmak által megszállt Jugoszlávia területén német és olasz támogatással létrejött báb államot a II. Világháború ideje alatt Jugoszlávia megtámadását követően 1941. április 10-én hozták létre. Belgrádban nagyszabású eseményen emlékeztek meg arról, mint egy félmillió szerb áldozatról, akik az NDH területén haltak meg az etnikai tisztogatásokat. Pred točno 75 godina stvorena je monstrum država, država zločina, država koja je prevazišla sve nacističke snove u istrebljenju nižih naroda i rasa. Pre 75 godina rođena je nezavisna država Hrvatska. Alekszandar Vučić, szerb kormányfő azon a belgrádi központi rendezvényen szólalt fel, amelyen az ártatlanul kivégzett szerbekre emlékeztek. Romák, zsidók és szerbek. Tömegsír maradt számukra a független horvát állam, folytatta a szerb miniszterelnök. Vučić arra is emlékeztetett, hogy az NDH megalakulásakor több mint 1 millió szerb élt azon a területen. Számuk már a 80%-kal csökkent. Prema svedočenjima onih koji su ih istrebljivali, Vjekoslav Max Luburić, ustaški zapovjednik sistema koncentracionih logora, je sam naveo da je za 4 godine NDH ubijeno oko 500.000 Srba. I da jednu dušu ne dodam tom njihovom spisku, a drugi izvori tvrde da je konačna brojka oko 700.000. A belgrádi rendezvényen Jugoszlávia megszállására is emlékeztek. 1941. április 6-án reggel német, olasz és bolgár csapatok támadták meg az államot. A német légierő egy héten át bombázta Belgrádot és más nagy jugoszláv városokat. A királyi hadsereg április 17-én kapitulált, a kormány pedig Londonba emigrált. A megemlékezésen részt vett Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke is. Elmondta, saját családját is a Jasenovaci haláltáborban ölték meg. Dodik szerint az NDH megalakulása után kezdődött meg a szerbek tömeges elpusztítása a régióban. Hozzátette, azoknak a szerbeknek, akik identitásukat és személyes szabadságukat feláldozva elfogadták és építették a jugoszláv eszmét, rá kellett jönniük, hogy ez nem egy olyan elképzelés, ami erőssé teszi őket. Danas imamo i Sloveniju i Hrvatsku koji ne poznaje nikakva istoriju prošlosti kao organizovane države, a oni su danas u prilici da u toj spirali lošeg odnosa prema srpskom nacionalnom identitetu i svem onome što jeste srpska istorija, danas da nam postavljaju vrijednosti i govori o tome kako treba da budemo sređeni i uređeni. A független horvát államot az Ustasa mozgalom és annak vezére Ante Pavelić irányította. Az NDH vezetősége faji ellenségként tekintett az országban élő zsidókra, romákra és szerbekre. A leghírhettebb haláltáborban, a Jasenovaci komplexumban mintegy 80-90 ezer ember halt meg. Az áldozatok több mint fele szerb volt, de mintegy 12-16 ezer horvát és boszniai zsidót, 10-16 ezer romát, 4-5 ezer horvátot is kivégeztek vagy elpusztítottak. Az áldozatok között sok ezer gyermek is volt. A horvát zsidó közösség egyébként idén bojkottálja a hivatalos horvátországi megemlékezést, mivel szerintük Zágráb nem lép fel kellő mértékben a neonáci jelenségekkel szemben. Az NDH a tengelyhatalmi erők kivonulása után a háború végén megszűnt. A háború befejezésével létrejött a Jugoszláv Demokratikus Köztársaság, melynek 1946-os alkotmánya külön Horvátországot és külön Bosznia-Hercegovinát hivatalosan is besorolta az összesen 6 tagköztársaságba, amelyek az új államot alkották. Köszönöm.
Lassan és kevés migránst engednek át a magyar hatóságok a Horgos-Röszke határátkelőnél található tranzitzónánál egyes információk szerint. A szerb oldalon mintegy 30 bevándorló várakozott vasárnap délelőtt. A migránsok továbbra is kis csoportokban érkeznek Észak-Bácskába. Nekik az ENSZ menekültügyi főbiztosságának munkatársai nyújtanak segítséget. 8 migráns férfi pihent vasárnap délelőtt Szabadka és Palics között egy autóbuszállomáson. Nekik nem sikerült átlépniük Magyarországra. Nyilatkozni nem akartak, de kamerán kívül elmondták, hamarosan újra megpróbálnak átjutni a határon. Az Észak-Bácskában veszteglő bevándorlóknak az ENSZ menekültügyi főbiztosságának munkatársai nyújtottak segítséget. A vajdasági határmenti településeken és a röszkei átkelő melletti tranzitállomáson is felkeresték a migránsokat. A Horgos-Röszke határátkelő szerb oldalán egyetlen bevándorlóval sem találkoztunk. A két határ közötti tranzitzónában jelenleg 25-30 migráns vesztegel. Tűz mellett melegedtek a migránsok a Horgos-Röszke határátkelőnél kialakított tranzitállomáson. A bevándorlók összetákolt sátrakban töltötték az éjszakát. Irataik elbírálása akár egy teljes napig is eltarthat. Egyesek nem várnak hiába. Szombaton 3 háborús övezetből érkezett család kapott szabad utat Magyarország felé, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának munkatársai szerint. A regisztrációs központban naponta érkeznek az újabb bevándorlók. A macedón rendőrség könnygáz bevetésével verte vissza vasárnap a görög határnál több mint 500 bevándorló rohamát a határkerítés ellen, jelentették szemtanúk a helyszínről. Az Idomeni görög falu közelében lévő illegális migránstábor lakói közül több százan gyűltek össze a határkerítésnél és megpróbálták áttörni. A görög rendőrség csak annyit közölt, hogy feszült a helyzet a határátkelőnél. Több mint egy hónapja 11 ezer migráns követeli, hogy Macedónia újra nyissa meg a határátkelőt, amely a Nyugat-Európába vezető migráns útvonalon fekszik. Tizennyolc választási listát hirdetett ki a Köztársasági Választási Bizottság. Határidőig összesen 29 listát adtak át. 11 lista esetében hiányosságokat állapítottak meg. Ezeket még pótolniuk kell ahhoz, hogy a bizottság elfogadja és kihirdesse őket. A végleges választási listákat április 13-a éjfélig határozzák meg, és teszik közzé a hivatalos közlönyben. Hamisította a köztársasági parlamenti választáson való részvételhez szükséges aláírásokat az Egységes Orosz Párt, közölte a Köztársasági Választási Bizottság. A rendőrség megállapította, hogy 4834 aláírást számítógéppel nyomtattak ki. A bizottság azonban a törvénnyel összhangban azt javasolta a pártnak, hogy pótolja a hiányosságokat, annak ellenére, hogy bűncselekményt követtek el. Emellett több száz aláírás olyan személytől származott, akik nem szerepelnek a választói névjegyzékben, valamint olyan polgárok is támogatták őket, akik korábban már más listának is aláírtak. Felszólították az Egységes Orosz Párt Zorán Márics lista tagjait, hogy legkevesebb 5475 hitelesített aláírást gyűjtsenek össze a határidő lejártáig. Egyébként a Köztársasági Választási Bizottság már kihirdetett két másik orosz listát. Az egyik a szerb-orosz mozgalom Slobodan Dimitrijevics néven, a másik pedig az orosz párt Slobodan Nikol. Varga László szerint a Vajdasági Magyar Szövetség mindent megtesz a magyar mozgalom bebuktatása érdekében. A magyar mozgalom, hogy változtassunk, VMDK köztársasági lista vezetője, ezt azokra a vádakra reagálva mondta, miszerint az MMA Demokrata Párt segítségével a közép- és dél-szerbiai községekben gyűjtötte az aláírásokat a közelgő választásokon való részvételre. Szombati híradásainkban beszámoltunk arról, hogy nincs elegendő támogatói aláírása a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a Horvátok Demokratikus Közössége és a Magyar Mozgalom koalíció listájának a köztársasági választásokon való induláshoz. Ezt Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István lista köztársasági lista vezetője nyilatkozta. Elmondta, a Köztársasági Választási Bizottság több hiányosságot is megállapította a magyar mozgalom, hogy változtassunk VMDK listával kapcsolatban.
a vajdasági magyarok demokratikus közösségének, valamint a horvátok demokratikus közösségének magyar mozgalom elnevezésű listája nem rendelkezik elegendő támogatói aláírással. A VMS köztársasági választási bizottságba delegált tagjai áttekintették, hiszen ehhez joguk van, ennek a listának a teljes dokumentációját, és megállapítást nyert, hogy 179-el kevesebb aláírással rendelkezik a VMDK, HDK lista. Pásztor Bálint arra is felhívta a figyelmet, hogy a választásokon való induláshoz szükséges aláírásokat az említett pártok többek között Közép- és Dél-Szerbiában gyűjtötték össze. Varga László, a Magyar Mozgalom, hogy változtassunk VMDK lista köztársasági lista vezetője a Vajdaságma hírportálnak azt nyilatkozta, hogy nagyjából 19 ezer aláírás gyűjtöttek össze a köztársasági, a tartományi és az önkormányzati szinteken való induláshoz, és ezek 90%-a vajdasági magyar emberektől származik. Szerinte a választási eljárás ezen fázisában senkinek sincs jogosultsága betekinteni a választási anyagba, ezért jogi lépéseket is fontolgatnak. Elmondta, a hiányzó aláírásokat hétfő délelőtt fogják összegyűjteni. A köztársasági választási bizottság április 9-i sorrendben 97. ülésén, amelyen az átadott jelölt listákat vizsgálták meg, úgy döntött, a jelölt lista kihirdetése előtt hiánypótlásra szólítja fel a Magyar Mozgalom, hogy változtassunk VMDK jelölt lista benyújtóit, a Vajdasági Magyar Demokratikus Közössége és a Horvátok Demokratikus Közössége koalíciójának képviselőit. Egyes információk szerint további támogatói aláírásokat kell csatolniuk a hiánypótlásra keretében, ugyanis néhány száz nem felelt meg a szabályoknak, így mintegy 200 aláírást kell összegyűjteniük. 13 listát hirdetett ki mostanáig a tartományi választási bizottság, legutóbb 3 listát fogadtak el, a 11. helyen lévő szerbiai polgárok és polgárnők listáját, a 12-es sorszámú zöld párt listáját és a 13-as szám alatt futó szerb-orosz mozgalom Alekszandár Gyurgyev nevű listát. Májusban folytatja munkáját a hétfőn Szabadkán 5 év után először összeült magyar-szerb kormányközi kisebbségi vegyes bizottság, hogy tisztázza az első tárgyaláson lezáratlanul maradt vitatott kérdéseket, mondta Kalmár Ferenc, a magyar szomszédság politika fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. A bizottság magyar társelnöke a két ország közötti kapcsolatban hatalmas előrelépésnek nevezte a vegyes bizottság összeülését, valamint az azon elfogadott jegyzőkönyvet, amely a szerbiai magyarság és a magyarországi szerbség helyzetén kíván segíteni. A szerb gazdaság az idén 1,8%-os növekedéssel számolhat, de ennél magasabb érték sem kizárt az első negyedév adatai alapján, derül ki a Világbank legújabb elemzéséből. A jelentés szerint jó, hogy a gazdasági növekedés, a kivitel és a befektetések növekedésén, nem pedig a fogyasztáson alapszik. A Világbank szerint az is jó, hogy egyre több a befektető, mégpedig a kis befektető Szerbiában. A Nemzetközi Pénzintézet szakemberei úgy vélik, kedvező lépésnek számít, hogy a szmederevói acélgyárat az ágazat egyik legnagyobb vállalata vette meg. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Tragédiába torkollott egy templomi tűzijáték Dél-Indiában. Magyar Kanizsán a Magyar Költészet napja előtt tisztelegtek. Tragédiába torkolt egy templomi tűzijáték a dél-indiai Kerala államban már a virradóra. Legalább 100 ember meghalt és majdnem 400-an megsérültek, amikor a hindu újév ünnepléséhez előkészített rakéták felrobbantak a szentély raktárában. A nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások következnek. Sortűz és szőnyegbombázás, fülsiketítő robaj és szüntelen villanások. Háborús övezetre hasonlított a tengerparti Paravur város Indiában vasárnap hajnalban. A zsúfolásig megtelt hindu templomot egy petárdából kipattanó szikra miatt borították el a lángok, mert az meggyújtotta azokat a rakétákat, amelyek a csütörtöki hindu újév, vagyis a Viszu ünnepére voltak bekészítve az épületbe. A vallási épület nem sokkal később összeomlott. A tűzijátékhoz a megfelelő engedélyek sem voltak meg, állítják a helyi hatóságok. Noha a templomban állítólag már korábban betározták a rakétákat.
A felhatalmazást a tűzijátékhoz éppen a biztonsági kockázatok miatt tagadták meg tőlük a hatóságok. Az épületet percek alatt elborították a lángok, csapdába ejtve a benne lévőket. Az emberek halálra égtek a zsúfolt templomban. A tűz helyi idő szerint hajnali 3 órakor keletkezett, és a tűzoltók, valamint az őket segítő rendőrök reggelig oltották. Indiában a templomokban gyakoriak a tűzesetek, illetve az olyan tömegszerencsétlenségek, amelyekben az emberek agyontapossák egymást, mert egyrészt enyhék a biztonsági előírások, másrészt sokszor még ezeket sem tartják be. Franciaországban terveztek újabb merényletet, és csak az ellenük indult nyomozás miatt változtatták meg tervüket a napokban Brüsszelben elfogott terroristák. Erősítették meg a belga hatóságok a korábbi sajtóértesüléseket. Állítólag ezt a pénteken letartóztatott Mohamed Abrini ismerte be. Az a férfi, aki kalapban és kabátban látható másik két terrorista társaságában azon a felvételen, amely március 22-én készült a Zaventem nemzetközi repülőtéren elkövetett robbantás előtt. Az ügyészség arról számolt be, hogy bizonyított kapcsolat van a 130 halálos áldozatot követelő Párizsban és a 32 áldozattal járó Brüsszelben elkövetett támadások kitervelői és elkövetői csoportjai között. A belga sajtó összesítése szerint a pénteki brüsszeli őrizetbevételekkel a hatóságok elfogták vagy megölték a párizsi és a brüsszeli merényletek összes ismert gyanúsítottját. Megtartották ma az első idei vásárt a tavaly ideiglenes migráns pihenőközponttá átalakított Magyar Kanizsai vásártéren. A hűvös, szeles és borongós idő ellenére a gyermekprogramok vonzották a legkisebbeket. A szervezők foglalkozásokkal, bohóc programmal, körhintákkal, csúszdával, trambulinnal, pónilovaglással, bábelőadással és sok-sok finomsággal kedveskedtek a kicsiknek, akikhez ellátogatott Kovács István hosszútávfutó, a Mikulás magyarországi nagykövete is. A kirakodó vásárban kézműves sportékákat, a jószágvásárban malacokat, lovakat, juhokat árultak. Ezúttal is volt főző és kalácssütő verseny, a háziasszonyok gurábli sütöttek, a szakácsok kolbászos tarhonyát főztek. A fiatalokból álló csipet csapat Fekete Túról érkezett a főzőversenyre. Láttuk az interneten a hirdetést, és akkor úgy döntöttük, hogy eljöttünk. Mi most hát nem olyan régóta veszünk részt ilyen főzőversenyeken, meg különféle kulturális rendezvényeken, a fiatal kis csapatommal, csipet csapattal, úgyhogy szeretünk járni ilyen jó kis rendezvényekre. A vásárlátogatóit rostélyosok és birkapörkölt várta, édességből sem volt hiány. Magyar Kanizsahelyi közössége mindent megtett annak érdekében, hogy az idei vásárokat gond nélkül meg tudják tartani azon a helyen, ahol tavaly az ideiglenes migráns pihenő volt. A kommunális közvállalata fűkasszálással, illetve a tereprendezéssel kellett, hogy foglalkozzon, hiszen egyenetlen lett a terep a menekültek után, viszont mindent megoldott, úgyhogy szerencsére minden infrastruktúra adott a továbbiakra nézve. Az év hátralévő részében a helyi közösség a minden hónap második vasárnapján megrendezésre kerülő vásárokra az eddigieknél is gazdagabb programokat tervez, amelyek megszervezésével a legkedvezőbb ajánlatot tevő szervezőt, a Magyar Kanizsai Ifjúsági Szövetkezetet bízta meg. A Zentai KKT legutóbbi ülésén határozatot hozott arról, hogy az önkormányzat visszavásárolná a távhővezetékeket a zentai cukorgyártól. Ezek jelenlegi értéke mintegy 17 millió dinár. A távhővezeték visszavásárlása azért is fontos, hogy az önkormányzat befektethessen a felújításba, illetve hogy tulajdonosként részt tudjon venni hazai és külföldi pályázatokon. A napokban alá lesz írva a szerződés, az adásvételi szerződés a polgármester és az Zentai cukorgyár generális igazgatója részéről, amit persze közjegyző hitelesíteni fog, és a mai nap folyam már 10 órakor folytassuk a tárgyalásokat a Német Fejlesztési Bankkal, akitől vissza nem térítető eszközöket, valamint kölcsönöket kedvező kamatokkal várunk, hogy már az idejében meg bírjuk kezdeni a hővezetéknek a rekonstrukcióját. Húsz éves az első bánáti VMS szervezet. Tiszaszentmiklóson az ifjúsági otthonban ünnepeltek a résztvevők. 20 évvel ezelőtt a Tiszaszentmiklóson élő maroknyi magyarság titokban szervezte művelődési programjait, mondta Molnár Jolán, a VMS Tiszaszentmiklósi szervezetének egyik alapító tagja. Nehéz volt az indulás itt Bánáton ennyi
szárség közt, meg akkor a Milosevic rezsim volt, úgyhogy nem volt egyszerű. Hogy mi késztette az alapító tagokat arra, hogy összefogják a bánáti faluban élő magyarságot? Az identitásukat, hogy megtartsuk, segítsük a magyar nemzetet minden oldalra, és tartsunk össze. A faluban 20 év alatt több mindent sikerült elérni. Törtei János, a VMS Tisza-Szent Miklósi elnöke büszke arra, hogy a település iskolája fennmaradt, és hogy a templomot is sikerült felújítani. Büszkék vagyunk arra, hogy sikerült egy emlékművet állítanunk a 48-49-es forradalom emlékére, ami egy harangláb a temető kápolnájába, mivel hogy azelőtt a halottainkat úgy temettük, hogy Magnus Allagról szólt a harang. A szórványban mindig nehezebb megőrizni a magyarságot, mint a tömbben, hangsúlyozta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István lista köztársasági lista vezetője. Mindenképpen elismerést érdemelnek azok az emberek, akik itt 20 éve működtetik a Vajdasági Magyar Szövetségnek a helyi szervezetét, és hogy egyáltalán a magyar élet, a magyar világ itt 20 éve megszakítás nélkül működik Tisza-Szent Miklóson. A születésnapi ünnepség kultúrműsorral és vacsorával zárult. Török Kanizsán szombaton este megnyílt a Vajdasági Magyar Szövetség helyi ifjúsági fórumának irodája. A VMS kirendeltséggel és a színházzal azonos épületben lévő első emeleti helyiség egyelőre mintegy 30-40 török kanizsai magyar fiatalnak nyújt lehetőséget a találkozásokra, megbeszélésekre és némi kikapcsolódásra. Hamarosan egy számítógép is rendelkezésükre áll majd. Alkalmi köszöntőt a török kanizsai ifjúsági fórum elnöke Ung Anita és Újhelyi Nándor, a VMS Török Kanizsai Községi Szervezetének elnöke mondott. A szalagot Fehér Szabolcs a VMS ifjúsági fórumának elnöke és Ung Anita vágta át. Az irodaavatón a VMS tisztségviselői és képviselői mellett megjelentek a községi, tartományi és köztársasági képviselőjelöltek is. Miután újra szerveződött az ifjúsági fórum tavaly ősszel, a török kanizsai fiatalokban is megfogalmazódott az igény egy közös hely, egy iroda igényére, ahova el tudnak járni barátkozni, összejövetellekre, különböző ötletelgetésekre. És szeretnénk, hogy ez az iroda, amit a mai nap folyamán megnyitunk, ez egy biztos pont legyen számukra, ahol nem csak ilyen szórakozási lehetőségük lesz, az irodának nem csak az lesz a funkciója, hanem emellett nagyon jó közösségépítő, csapatépítő funkciója lesz. Szombaton Topolyán tartott kampányrendezvényt a Magyar Mozgalom és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége. A megjelenteknek bemutatkoztak a helyi lista jelöltjei, valamint Kórhec Tamás a koalíció tartományi lista vezetője és Csonka Áron tartományi jelölt. A rendezvényen jelen volt Varga László, a Magyar Mozgalom, hogy változtassunk VMDK köztársasági lista vezetője. Légszomjuk van. Nyissunk abba. Annál is inkább megyünk. Az Abszurdisztán című közéleti kabaréval kezdődött a Magyar Mozgalom és a VMDK topolyai kampányrendezvénye. Kórhec Tamás, a Magyar Mozgalom az autonómiáért, dr. Kórhec Tamás, VMDK Csonka Áron tartományi választási lista vezetője kiemelte, hogy a voksolások minden szintjén indulnak. De amire törekszünk, az az, hogy ezeken a rendezvényeken és ilyen rendezvényeken keresztül, mint ez a topolyai, igazoljuk és bizonyítsuk azt, hogy a listánkon szereplő emberek azok őszinték, hogy a programunk eredeti, és hogy elszántak és bátrak vagyunk annak abba az irányba, hogy egy alternatívát nyújtsunk a magyar embereknek. Az elvándorlás problémájának megoldása, Vajdaság autonómiájának és a szerbiai demokratikus folyamatoknak az erősítése a kiemelt céljai között szerepel, emelte ki Csonka Áron a tartományi lista jelöltje. Az elmúlt esztendőknek a tapasztalata az mutatja, hogy évről évre rosszabb Vajdaság státusza. Úgy az Alkotmánybíróság döntése után, amely a kevés felhatalmazásokat, amelyeket a vajdasági statutummal rendelkezésünkre álltak, azokat ugye megszüntette, valamennyit visszaállítottak abból, de még ez messze van attól, amit a vajdaság megérdemel. Az esten bemutatkoztak a topolyai Magyar Mozgalom VMDK lista jelöltjei is a tartományiak mellett.
Igor Mirovics, a Szerb Haladó Párt alelnöke ma Szabadkán kampányolt. Először a Kolevka gyermekotthonban járt, azután a Bolha piacra látogatott ki. Körútját a Szerb Haladó Párt szabadkai székházában fejezte be. A Kolevka gyermekotthon védencei előadással várták a Szerb Haladó Párt alelnökét. Az intézményben Igor Mirovics arról beszélt, hogy a következő 4 évben, ha hatalomra kerülnek Vajdaságban, kiemelt figyelmet szentelnek a szociális biztonság szintjének emelésére. Svikoj ma je potrebna dodatna pomoć, ne samo deca sa posebnim potrebama, već i sve ugrožene grupe u pokrajini dobiju veću, značajniju, organizovaniju pomoć i materijalnu i stručnu. I svaku drugu vrstu pomoći koje ovo društvo mora i može da pruži. I zbog toga ćemo i voditi naredne 4 godine jednu adekvatniju, izdašniju i organizovaniju socijalnu i stručnu pomoć prema najugroženijim grupama, svim najugroženijim grupama u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Az eseményen Igor Mirovics arról beszélt, hogy a Szerb Haladó Párt folytatni fogja a már megkezdett harcot a nemzeti közösségek jogaiért, amely közös ügye mindenkinek. Zajedništvo, briga za nacionalne zajednice, nacionalne manjine je nešto što je prirodna briga u Vojvodini, nešto što ne može i neće biti dovođeno u vezu sa promenom vlasti. Naša politika je takva da ćemo zajednički u saradnji sa predstavnicima nacionalnih zajednica, nacionalnih manjina i njihovim institucijama voditi tu brigu i verujem i unaprediti je u mnogim oblastima u narednom periodu. Igor Mirovics a Kolevka gyermekotthon után a szabadkai Bolha piacra is ellátogatott, majd a párt szabadkai székházában egyeztetett. Belgrádban mutatta be a polgároknak a szociáldemokrata párt megoldásait az aktuális problémákra a párt elnöke. Boris Tadić elmondta, minden jel arra mutat, hogy a jelenlegi hatalom rosszabb az előzőnél, ezért szerinte érthetetlen a hatalmon lévők büszkesége. A szövetség a Jobb Szerbiáért liberális demokrata párt, vajdasági szociáldemokrata liga, szociáldemokrata párt koalíció tagjai arra hívták fel a polgárok figyelmét, hogy választhatnak a reális munkahelyek megnyitása és a környezet és az a környezet között, amelyben több százan válnak földönfutóvá. Magyar Kanizsán a Magyar Költészet napja tiszteletére Tóth Péter kunszentmiklósi testnevelő tanárnak és Hajvert Ákos kishegyesi iskolaigazgatónak Nem mondhatom el ismerős versek című előadó estjét láthatták szombaton este az irodalomkedvelők. A két előadó a magyar költészet gyöngyszemeivel lépett fel a Művészetek Háza színpadán. Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós, Arany János, Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc, Kosztolányi Dezső, Nemes Nagy Ágnes, Faludi György, Kányádi Sándor és Domonkos István ismert verseit mondták el. Egy színész valamikor azt mondta, hogy József Attila mindent megírt, utána már nincs mit megírni, ami persze nem egészen így van, vélekedett Tóth Péter előadó. Na most én azt gondolom, ez kiegészítve, ahogy mondtam is a 20. század és a 19. század költőire, hogy persze, nyilván fontosak a kortársak, és őket is kell mondani, de azt gondoljuk, hogy talán ezekkel a szövegekkel tudjuk legjobban kifejezni önmagunkat is, illetve a világra alkotott véleményünket. Megmutatott mindent, de lassan, türelmesen. A nagy magyar klasszikusok költeményeit flashmob vetítéssel színesítve adták elő, ami különlegesebbé és látványosabbá tette az estet. Flashmobokkal, úgynevezett villámcsődületekkel, ez a magyar kifejezése, próbáljuk tarkábbá, de ugyanakkor megmaradni a klasszikus vonalvezetés mentén, és maivá tenni. Az előadók szerint ők tulajdonképpen egy úgynevezett kívánságkosarat próbáltak összeállítani a nagy magyar költők verseiből, amelyben mindenki megtalálja a kedvére valót. A Magyar Költészet napját József Attila születésnapján április 11-én ünnepeljük. Zsolnai a Bűvös szó című kiállítást tekinthetik meg hétfőtől az érdeklődők a Vajdasági Múzeumban. Az újvidéki tárlata a pécsi Janus Pannonius Múzeum jóvoltából valósul meg. A Janus Pannonius Múzeum gyűjteményét a Zsolnai kollekciója alapozza meg, amely történeti áttekintést ad a kerámia gyártásáról. A gyűjtemény töredéke most Újvidéken is megtekinthető lesz, mégpedig hétfőtől. Azt hiszem, hogy nincs olyan
háztartás itt a Vajdaságban, akinek valamilyen kis darab zsolnaia ne volna. Tehát kulturológiailag is indokolt ez a történelmi visszapillantás a zsolnai kerámiára, és tulajdonképpen egy kis emlékeztető arra, hogy a határok képlékenységén túl, és létezik valami közös kulturális tér, amiben mindannyian benne vagyunk. A kiállítás anyagi hátterét a tartományi kormány biztosította. Mi egy dużo vremena insistiramo na tome da Mađarska sa svoje strane bude prisutnija na ovim prostorima sa onim čime se rado diči, pa sad u ovom slučaju, naravno, žolna je ta magična reč. A 132 darabból álló gyűjtemény értéke 400 ezer euró. Több mint 70 íjász mérte összetudását ma délelőtt az adai lovasvölgyben megszervezett kétdimenziós terepíjász versenyen. Az eseményre a vajdasági résztvevők mellett Magyarországról is érkeztek vendégek. Pontos célzás, megfelelő koncentráció és határozott mozdulatok. Ez jellemzi a legkiválóbb íjászokat, akik szerint a lövéshez szükséges készségek alapjai mindenkiben megvannak, csak felszínre kell azokat hozni. Ez mindenkiben benne van. Mondom, nem abban születik senki, hogy tud íjászkodni, de egy-kettő ráérez. Meg átlagban mindenki kicsi korábban íjászkodott is akkor. Ha van edző, van klubban, megmutogassák, hogy mit, mire vigyázzon, mire figyeljen oda, és akkor már megy a íjászat. A versenyzők egyetértettek abban is, hogy az, aki egyszer kipróbálja az íjászatot, azonnal a szerelmesévé válik. Nagyon jó volt a verseny, nagyon sok gyerekkel ismerkedtem meg, és az adaiakkal is nagyon jóba lettünk. Szerencsére nem esett az eső, és ennek nagyon örülök, mert mégiscsak így sokkal jobb a hangulat. A versenyzők kortól, nemtől és az általuk használt íjak fajtájától függően több mint 10 kategóriában mérték össze felkészültségüket. Maga a verseny az egy kettődimenziós talajíjász verseny. 12 célt helyeztünk el a területen, állatfigurákra lövünk és ezt pontozzuk. Az idei első adai íjász versenyen több mint 70-en vettek részt, akik Vajdaság szinte minden részéről, valamint Szegedről és Békés Csabáról is érkeztek a megmérettetésre. 3-0-ás vereséget szenvedtek a Spartacus röplabdázói az Upazovai Jedinstvo otthonában az első liga alapszakaszának utolsó fordulójában. Egy esetleges szabadkai győzelem esetén a Spartacus bajnokként egyeneságon került volna a Szuperligába, így azonban másodikként selejtezőre kényszerül. A bajnokságot 17 győzelemmel és 5 vereséggel záró szabadkai csapat a selejtezőben a Szuperliga 9. helyezettjével, a Klek együttesével mérkőzik meg. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. 1941-ben ezen a napon alakult meg a független horvát állam, azaz az NDH. Belgrádban emlékeztek meg azokról a szerb áldozatokról, akik az NDH területén haltak meg. Kevés migránst engednek át a magyar hatóságok a Horgos-Röszke határát kelőnél található tranzitzónánál. Megtartották ma az első idei vásárt Magyar Kanizsán. Terepíjász versenyt tartottak Adán. Köszönjük figyelmüket, most következik a Kincses Ládánk. A műsorban Beztánba látogatunk, utána a közelképben a Pétervárady alagútrendszer. 7:30-tól mesél a Pannon, 8-kor újra híradóval jelentkezünk, majd a Szabadkai Népszínház szerb társulatának Két úr szolgája című előadása következik. A Pannon Rádió 91,5 MHz-en a Kívánság műsorral várja a hallgatókat. Maradjanak továbbra is velünk. Híreinket, bejátszásainkat megtalálják a pannonrtv.com oldalon. Viszontlátásra!